Fogadjuk szeretettel a miskolci testépítőt, Aranyosi Pétert, nemrégiben Miskolc mázsája, bocsánat, múzsája, díja. Jó estét kívánok, Litkai Gergely vagyok, egy hát szakmai és emberi program következik most. Megkérem kollégáinkat, hogy diszkréten hozzák be a kis ajándékot, amelyet Lászlónak készítettünk. Percek kérdése is beér egyébként a... És ezt hova faszba fogom tenni? Vajon? Tartsam, dolgod van? Köszönjük szépen, és egy rövid beszéddel is készültem, így a tisztelt egybegyűltek, dolgozók, kartársak. Azért állok itt, hogy a színpadon elénk élő felkiáltójelként meredő Hadházi László humorista kartársát szakmai fennállásának 30. évfordulóján mind szakmailag, mind emberileg, mind jutalmazásilag kiemeljem. Néhány keresetlen szót a művészről, főben járóban. Hadházi kartárs humora szinte már a nevetségességig tréfás, testalkata, arcberendezkedése, böhöm hangja, mind abba az irányba mutatott már ennél kevesebb évet számláló korában is, ami azt jelenti, hogy fiatalabban, hogy számára nincsen más megoldás, csak a világot jelentő színpad. Már amennyiben ezt fellépésének a helyszínén kialakították, vagy az ott eredendően feltalálható, esetleg más művészetét magasságban is kiemelő alkalmatosság áll rendelkezésre, például raklap. László ennek ellenére dolgozott szociális munkásként, tehenészként, rendfenntartó közekként és vegyipari alkalmazottként, valint más egyéb munkakörökben, amelynek az oka valószínűleg nem tisztázott. László többszörösen díjazott, közönség által elismerve kedvelt művész, de egyben ember is valahol. Mivel kapcsolatunk a szakmai területről átnyúlik az emberi területre is, erről nem szeretnék többet mondani. Mivel elfogultsággal lehetne vádolni, ezt pedig szeretném elkerülni, mert ez egy beszéd, és nem pedig lenne az én tárgyalásom. László családos ember, ahogy én is, de mindkettőnknek külön családja van. Így lehetséges a családaink közötti ismerettség, jó viszony, amely szintén nem ide tartozik. De ahogy a költő mondja, nyakamon érzem, hogy seggem mi nehéz. Ebből is látszik, hogy a művészek bármit mondhatnak. László ezt használja ki, amikor változatos, de mégis igényes és népszerű humorát műveli, mind élőben, mind videóképes rögzített formában, amelyet sokan illegálisan is letöltenek. De nem akarok ünneprontó lenni, térjünk vissza magára a művészre. 30 éve a színpadon, az legalább olyan nehéz, mint 7 év Tibetben, vagy 100 év magány, esetleg 70 kiló bazalt. Ugyanakkor szép is, mint egy karalői márvány cicát tartó vajnatimea szobor. LED megvilágítású színváltós talapzattal 1-2-es méretarányban. Szép, mint esti hóesésben a kínai futófény 2-es programon. Vagy konténeres ifa ablakában a bologató Szent Kristóf szobor. De hagyjuk a művészetet a művészeknek. A szót sem akarom szaporítani, hiszen Hadházi László magáért beszél, egy két lábon járó Dávid és Góliát, Stan és Pan, Warner és testvére. A téglási Bokaccsó, a disznótorok Ben Stillere. Ezen alkalomból tehát engedjék meg, hogy átadjam az emlékezés tablóformátumú virágait, amelyhez ezúton is gratulálok. El vagyok alélva.
Nagyon szépen köszönöm Litkai Gergely lélekbe markoló méltatását. Bármennyire is gunyorosnak tűnik a taps, az az igazság, aki nem hal meg időben, megöregszik. Hasonló jókat kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.